Szeptember 3. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Fia odaáldozásának tökéletes ajándéka által Isten kegyelmi légkörrel vette körül az egész világot, amely épp olyan valóságos, mint a földünket körülvevő levegőréteg. Akik ezt az életadó atmoszférát lélegzik be, a saját szabad választásuk alapján, azok mind élni fognak és érett emberré növekednek fel a Krisztus Jézusban. Ahogy a virág a nap felé fordul, hogy a fénysugarak hatására tökéletesen széppé és arányossá fejlődjék, úgy kell nekünk is az igazság napja felé fordulnunk, hogy ránk ragyogjon a mennyei világosság, és ezáltal jellemünk kifejlődjék, átformálódjék Krisztus hasonlatosságára. A szent élet tekintetében épp úgy Krisztustól függünk, mint ahogy a szőlővessző növekedése és gyümölcstermése függ a szőlőtőkétől. Ő nélküle nincs lelki élet. Nem tudunk ellenállni a kísértéseknek, nem tudunk növekedni a kegyelemben és a szentségben. Benne maradva viszont virágozhatunk. Aki belőle nyer életet, nem lesz meddő vagy gyümölcstelen ág. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa.